A szálkai hegytetőn álló Mauszkápon a tűzszomszédságában éli évtizedek óta életét ez a házfa. A helyiek úgy gondolták, nem csak az itt élők, de az ide számosan kirándulók számára is maradandó látvány nyújt a kegyhely védelmében álló fa, amely esélyes lehet az évfája díj elnyerésére. Tulajdonképpen nem csak szálkához tartozik, hanem nagyon sok településhez, a Sárközhöz, itt állunk a Sárköz peremén, úgyhogy több települést fog össze, több településhez tartozik. A története sokaknak mesél. Nagyon sok család járt már itt a sok év alatt, amióta itt áll ez a kápolna és itt áll ez a fa. Nagyon sok családnak, nagyon sok embernek, idősebbnek, fiatalabbnak szép emlékei kötődnek ide. Szálkán kiemelten figyelnek a környezet és a természeti értékek védelmére, hiszen ez a falu legfőbb vonzereje. Nem véletlen, hogy a helyi vezetés azonnal támogatta a civilek elképzelését. A településre bevezető út ékessége a Mayer család által 1891-ben épített kápolna és az öreg hárs. Igazán megérdemli ez a fa azt, hogy az év fája legyen, és örüljünk annak, hogy ez Tolna megyébe van, úgyhogy szeretnénk ezt az országos pályázatot megnyerni nyilvánvaló, ez is egy színfoltja lenne a településnek. A szavazás jelenlegi állása szerint a szálkáliak házfája a harmadik helyen áll az idei versengésben. A kezdeményezők nagyon bíznak abban, mindazok, akik kellemes emlékeket őriznek Szálkáról, segítségükre lesznek abban, hogy újabb Tolna megyei település büszkélkedhessen azzal, egy kiemelkedő természeti érték őrzői.